Szuper. Peti, téged foglak megkérni, hogy fogd meg a kártyákat egy kicsit, amiket hoztam magammal, ugye nem ide szántam őket, de a beszélgető társaim annyira megörültek nekik, hogy ezeket is használni fogjuk itt a beszélgetésben. Nagyon örülök neki, hogy itt az utolsó pár gondolatban pont arról volt szó, hogy nem elég csak a technológiával foglalkozni, hanem azzal is kell, hogy van-e ebben kultúraváltás, meg kik azok az emberek, és mit tudnak, akik majd ezeket a technológiákat alkalmazni, használni, hogy bevezetni fogják. Ahogy mi ehhez kapcsolódunk, ugye alapvetően az AON HR tanácsadási részlegét vezetem én, és ahogy ehhez a témához mi kapcsolódunk, ez egy olyan digitális kultúra kutatás, amit éppen most folytattunk le magyarországi vállalatok körében, arra voltunk kíváncsiak, hogy hol tartanak a magyarországi vállalatok a digitális transformáció útján, önbevallásos alapon. És ennek az eredményei egyébként a június 6-án lesznek elérhetőek, ez ugye az AON-nak és a Hungarian Business Leaders Forumnak a közös kutatása. De ugye azért azt gondoltam, hogy annak ellenére, hogy majd június 6-án lesznek elérhetőek az eredmények, azért néhány ilyen, azt gondolom talán izgalmas vagy érdekes adatot megosztanék veletek ebből a kutatásból. Az egyik az az, hogy a megkérdezett vállalatoknak egyébként 10-ből 7 vállalat vallotta az, hogy elindult már a digitális transformációnak az útján, és nagyjából 30%-uk volt ehhez képest, aki azt mondta, hogy valamiféle implementációs, illetve tesztelési fázisban van már. Leginkább az látszik, hogy ami életre hívja azt, hogy a digitális transformációval foglalkozzunk, az főleg külső piaci nyomás, egyrészt az ügyfelek részéről érkezik, másrészt pedig az iparágnak az átalakulása az, ami ezt indikálja. Ami egy kicsit jobb hír az az, hogy ezért ettől függetlenül jövőképet is látnak ebben a vállalatok. Ezt egyébként leginkább az bizonyítja, hogy elsősorban a felső vezetése az, aki most még a digitális transformációnak a kérdéseivel, kihívásaival foglalkozik. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy kit von be maga mellé a felső vezetésben, a stratégia kialakításban, gondolkodásban. És talán nem meglepő módon az látszik, hogy 77%-ban egyébként az IT az, akit a stratégia kialakításába bevonnak. Olyan 45-50% körül érkezik a marketing, illetve az üzletfejlesztés. És egyébként, ami a témánkhoz kapcsolódik és izgalmas, hogy csak 29% az, aki már stratégia alkotástól kezdve például a HR-t is bevonja ezekbe a folyamatokba, és alapvetően a kultúraváltásban, a készségek fejlesztésében is gondolkodik. A megvalósítás útján, ott már egy kicsit változik ez a kép, tehát a stratégiában még kevésbé, a megvalósítás útján az IT után, aki egyébként itt is közel 80%-ban az, aki elsősorban a megvalósításban partner, ott már körülbelül felénél megérkezik a HR szintén a megvalósítók közé, és olyan nagyjából 39% környékén vonják be az üzletfejlesztést, ami egy picit visszagondoltuk az előző mondataimra, azért érdekes, mert hogy ugye elsősorban a nyomás, az az ügyfélélmény, meg az ügyfelek elégedettség elvárásai oldaláról érkezik, és egyébként 64%-ban azt is várják a cégek, hogy elsősorban hozadéka is valahol az ügyfélélmény javításában kellene, hogy jelentkezzen. Aztán azt gondolom, hogy még egy izgalmas dolog, ami ide kapcsolódik, ez leginkább az, hogy 10-ből 4 vállalat viszont azt mondja, hogy az akadályozza őket legjobban abban, hogy a digitális transformáció útján el tudjanak indulni, hogy nincs meg a megfelelő készség, képesség, felkészültség a szervezeten belül, illetve alapvetően is félnek attól, hogy az új és a járatlan utaknak a kipróbálása ez milyen kockázatokat rejt, illetve hogy ezekkel hogyan tudnak majd boldogulni. Én nagyjából ennyit osztanék meg veletek ebből a kutatásból, és bíztatnék mindenkit, akit érdekelnek a további részletek, illetve olyan jó gyakorlatok, amiket azért igyekeztünk ennek kapcsán összegyűjteni, már hazai példákból, hogy június 6-án csatlakozzon hozzánk, amikor részletesebben is megmutatjuk az eredményeket. De most mennék tovább abban, hogy egy picit ismerjük meg, hogy kik lesznek most a beszélgető társaim. Arra kérnélek benneteket, hogy egyrészt mutatkozzatok be, és hogy mondjatok egy gondolatot arról, hogy a digitális transformációban ti hol láttok lehetőséget, és hol láttok veszélyeket. Köszönöm, sziasztok, Balogh Péter vagyok, Petyának szoktak szólítani. A Bacon Sure nevű befektető cégnek vagyok az alapítója, vezetője. Előtte az NNG nevű navigáció szoftver cégnek voltam alapítója és vezetője. Azt építettem fel viszonylag nagyra. Azóta főleg startupokkal foglalkozom, technológiai startupokkal, és azon belül is a szívem csücske a HR technológia. Jelenleg 5 HR technológiai céggel dolgozom, együtt fektettem be beléjük. Nem érdemes most felsoroljam, ugye? Magáról az egész digitalizációról. Egy gondolat, hogy beszélünk a digitalizációról. Én valahogy már digitálisnak születtem, bár még talán X generációnak számítom, de én már digitálisan születtem, és elképzelni nem tudom, hogy még digitalizációról, vagy digitális átállásról beszélünk a vállalatok életében. Amikor közben meg már beszélünk a mesterséges intelligenciáról. Tehát nekem ez egy akkora
meglepetés, hogy még a cégek nem értek ennek a végére, de amit látok itt test közelből is, hogy a cégek egy része az teljesen digitálisban van. Arról beszélgetni, hogy adatvezérelt pénzügy, elég nagy hülyeségnek tűnik, már jó ide. Arról beszélgetni, hogy adatvezérelt marketing, az már manapság már triviális, de azért még mindig nagyon kevés helyen beszélgetünk igazi adatvezérelt HR-ről. Tehát azt látom, hogy azért még rengeteg olyan téma akad egy cégen belül, akik le vannak maradva ebben az átállásban, és ebben látom a hatalmas lehetőségeket, ugyanakkor egy kicsit frusztrál, hogy még erről beszélnünk kell, úgyhogy várom majd a kérdéseket izgatottan. Neked is van? Nekem is van saját mikrofonom, amit majd továbbadok szívesen. Szentpéteri Boglárka vagyok, a Microsoft HR igazgatójaként vagyok jelen az eseményen. És hát én is akkor egy személyes példával hagy indítsak, hogy számomra például az én életemben mit jelent a digitalizáció. Én fejvadász körökben kezdtem a pályafutásom gyakornokként, és hát ott az első munkanapomon az volt a feladatom, hogy egy ilyen stócnyi újságot elém tettek, és kaptam egy ilyen zöld kihúzó filcet, és a neveket és a cég, tehát a neveket és a pozíciókat kellett kihúznom, amit két hét után már látták, hogy megbízható munkaerő vagyok, utána bevihettem egy alkalmazásba, ahol aztán ezeket nyilván tartottuk. Most ez 2006-ban volt, most írunk 2018-at, és ehhez képest lehet látni, hogy mennyit változott a világ, ugye, ha csak a LinkedIn jut eszünkbe. Úgyhogy ez már az én életemben is abszolút kézzelfogható. Másik pedig, hogy itt akár az esemény előtt is beszélgettünk kollégákkal, ők nap mint nap tudnak nekem két-három olyan sztorit hozni, amivel lenyűgöz engem az, hogy más cégeket például a mi alkalmazásainkkal, szolgáltatásaikkal mikre tudunk képessé tenni. Úgyhogy én a céges kultúrából adódóan is inkább a lehetőségeket látom ebben az egészben, de nyilván a veszélyek felől sem szabad elvonulnunk. Ugye itt kollégám az előadásában a cyber security-t hozta fel példaként, de akár én szülőként rengeteget gondolkodom azon, hogy hogyan fogom a gyermekeimet elnavigálni ebben a világban úgy, hogy engem sem tanítottak erre soha. Úgyhogy szerintem ezek érdekes gondolatok, és azért picit még kevésbé vagyok olyan szempontból optimista, hogy látom a realitást abban, hogy miért is kell erről beszélnünk, ugyanis a Microsoft is végzett egy hasonló kutatást európai országokban, több mint 20 ezer munkavállaló részvételével különböző nagyvállalatoknál, és azt találtuk, hogy a munkavállalók 20%-a az, aki produktívnak érzi magát, és nem, összekevertem, elnézést, tehát 20% az, aki úgy érzi, hogy ő magasan elkötelezett a cégnél, és 11% az, aki úgy érzi, hogy ő hatékonyan dolgozik. Tehát azt hiszem, amíg ilyen adatok születnek Európában, addig igenis van miről beszélgetnünk. Köszönöm. Sziasztok, én Nemes Orsi vagyok, a Meister Solutions Labnél dolgozom. Mi tanácsadás, ilyen butik tanácsadó cég vagyunk igazából. És amiért én most itt ülök valószínűleg, az, hogy nekem szeptemberben fog megjelenni egy A generációs mítosz című könyvem, ami három témát jár körbe. Egyrészt, hogy mi igaz, mi nem igaz a generációs katyvaszban, amivel nap mint nap találkozunk. Engem nagyon érdekel a jövő, hogy mi lesz 20 év múlva, és ebben mi hogyan fogunk viselkedni. És a harmadik rész pedig arra fog szólni, hogy most a jelenben mit kéne nekünk tennünk, akár munkavállalóként, akár szülőként, hogy 20 év múlva is érdemben legyünk itt. Én a digitalizációban, én is egy kicsit ezt a kettősséget érzem, hogy nagyon vicces, hogy még mindig erről beszélünk, amikor már azért elég hatékony eszközeink vannak, főleg azok tekintetében, hogy látjuk, hogy merre tart a világ. De ami engem a legjobban érint, vagy érdekel az egészben, az szerintem az, amire a digitalizációnak szólnia kell, hogy hogyan fog ez minket, embereket szolgálni, úrrá fog-e rajtunk egyáltalán lenni, és engem ami a legjobban érdekel, és erről fog ez igazából ez a középső fejezet szólni, az, hogy milyen hatással lesz ránk, illetve a társadalom. A munkra milyen változásokat fog generálni. Ha belegondoltok, az okostelefon az egy 10 éves történet, és teljes mértékben átalakította a szokásainkat, ahogy információt szerzünk, ahogy kapcsolatokat építünk. Úgyhogy én kíváncsian várom, hogy mi az, ami itt még lesz. Ugyanakkor picit vannak fenntartásaim is, de ezekről majd biztos beszélünk még. Sziasztok, Kürti Tamás vagyok. Én beleszülettem egy technológiai vállalkozásba, és azt látom, hogy 20 éve semmi nem változott digitalizációs kérdéskörben, legfeljebb más a célcsoport, aki akar alkalmazni technológiát.
digitális vállalkozásban nőttem föl, egy időben a kutatásfejlesztési igazgatója lehettem, és aztán arra jöttem rá, hogy a kulcskérdés az nem a technológia. A technológiát megvesszük. A stratégiát is megvehetem. Egy csomó stratégiai tanácsadó cég van, aki megmondja nekem. Ránéz, hogy hol vagyok, és megmondja. Akkor már két dolgot megvettem. Menedzsment módszertant is tudok venni. Egy jó gondolkodású menedzser szerintem 3 óra alatt ki tudja választani, hogy mi a leghatékonyabb menedzsment módszertan, amit használnak. Egy dolog maradt, amit nem tudok vásárolni. Hogy hogy viselkednek a kollégáim. Ebbe befektetni tudok legfeljebb. Én azt tapasztalom, mi nagyvállalatokkal és közepes méretű magántulajdonú vállalatok digitális transformációjával foglalkozunk az utóbbi 3 évben, meg mellette nyílt képzésekben oktatunk technológiát, technológiamenedzsmentet. Az egyetlen igazi kérdés, amivel dolgoznunk kell, az a félelem. Egy valós, meg irracionális, meg nagyon sokféle formájú félelem az, amivel mi valójában dolgozunk. Igen, amikor aláírják a szerződéseinket, akkor azt veszik tőlünk, hogy viszünk tudást, tudunk lean startupolni, agile, meg én nem tudom micsoda. De valójában, amit eladunk, hogy együtt sétálunk át a halálvölgyön, elég nagy biztonság van. Mert ugye a nagy kérdés az ez. Sokan meg fognak halni. Mindig sokan meghaltak az ilyen helyzetekben. Tehát, hogy ki az, aki elég biztonságban érzi magát ahhoz, hogy jó fogadásokat tegyen, és ha nem rossz fogadást tesz, akkor belenézzen a társai szemébe, és azt mondja, hogy ezt elfelejtettük, mert megdöglünk. És az érdekes, hogy szerintem ez az emberiség alapproblémáihoz visz közel. A embernek lenni szervezeti körülmények között. Ja, hát az iskola rendszerünket is ugye Mária Terézia definiálta, ahol alattvalókat képzünk. Nehéz digitális alattvalókat képezni. Be kell, hogy valljam, igazán nehéz, ha nem lehetetlen. A legerősebb demokratikus eszköz eddig a világon az a világháló. Szóval ebből az következik, hogy én digitális transformáció alatt semmi más nem értek, mint kulturális változást. Olyan fajta kulturális változást, amikor valaki azt mondja, hogy mi változunk, én változni akarok. Minden másfajta mondás, ti változzatok, majd én lehet megpróbálom, hogy akkor. Ez bullshit. És nagyon érdekes módon, amikor a Mark Zuckerberget megkérdezte a szenátus arról, hogy ha hogyan működik ez a mesterséges intelligencia, Zuckerberg úr, mondjon már róla valamit. Akkor ugyanazt tudta mondani, mint amikor én megkérdezem az 5 éves kislányomat, ahogyan írtad le azt a 6-os számot, most írtad le először. Azt mondja, görbül. Hát semmit nem lehet mondani az intelligencia fejlődéséről, ezért intelligencia. Ja, hogy intelligenciát csak intelligens ember tud kezelni. Nagyon nehéz tervezett mindsettel kezelni, amikor 3 éves büdzsét tervezek, hogy a fenébe akarok én tanulást mérni, hogy közelebb kerüljek ahhoz a ponthoz, ahol több a bevételem, mint a kiadásom, amikor tesztelek technológiát, üzleti modellt, folyamatokat, ügyfélértéket. Azt hiszem, ez a legrövidebb bemutatkozásom. Egyébként én hobbiból egy 400 fős gimnáziumnak vagyok a felügyelője. A másik hobbim az az, hogy felnőttekkel foglalkozok. A harmadikat elmondtam, az meg, hogy 5 évesekkel. Kürti Tamás. Köszi szépen. Én kapcsolódnék egy kicsit vissza hozzád, Orsi, hogy szerintem a generációk kapcsán pontosan tudjuk, hogy rengeteg mítosz van, amiről azért azt gondolom, hogy a konferenciák szólnak folyamatosan, hogy a jövő generációi, meg az Y, meg a Z és az egyéb kódszámokkal eljártott generációk hogyan működnek. De nekem az ugyanilyen mítosz szinten van, hogy mi ez a digitális kultúra. Ezt most már nagyon sok helyen halljuk, hogy a digitális transformációt ezt ne az eszközök oldaláról, ne az IT oldaláról fogjuk meg, hanem a digitális kultúra az, amit igazán a kulcsa lesz talán a sikeres változásnak. Hogy fognátok meg ezt a kérdést? Mi ez a digitális kultúra? Számomra egy kicsit akkor ráfűzök arra, amit mondtál. Számomra a digitális kultúra az egy hozzáállás, egy mindset kérdése. Tehát az, hogy mennyire vagyok nyitott arra, amit előttünk áll, mennyire
készültem fel, mennyire rendelkezik a szervezetem olyan készségekkel, képességekkel, amik a jövőbe tudnak mutatni, és oda tudják elvinni a céget. Vezetői hozzáállás, atmoszféra, ami a cégnél létrejön, szerintem ezek összessége. És még egy picit csak visszautalva a kutatásra, egyébként nálunk még az is kijött, mint tanulság, hogy ha bevezetik, tehát ha az új technológiát, infrastruktúrát beviszik a céghez, és azt nem karba öltve csinálják a kulturális átalakulása, akkor az nem, hogy engagement növekedést, hanem kifejezetten csökkenést fog okozni a szervezetben. Tehát ennyire fontos ez. Digitális kultúráról én azt gondolom, hogy van benne egy nagyon erős olyan faktor, amit említettél, Boglárka, hogy 11 éve megjelent az első használható smartphone. Fogyasztóként, eszközhasználóként egy egészen más világban élünk mára, mint 11 évvel ezelőtt. Tehát a magánéletünkben akarok venni egy kenyérpirítót, a Google ezt Zero Moment of Truth-nak nevezi. Mielőtt igazából megfogalmaznám, hogy melyik kenyérpirítót vagy hol akarom megvenni, már elkezdek interneten keresni, olvasok róla, review-kat olvasok, informálódom, és olyan mennyiségű információhoz, tudáshoz férek hozzá azonnal, vagy megkérdezem Facebookon a barátaimat, hogy milyen kenyérpirítót javasoltak. Kapok annyi információt és olyan belelátást ebbe az egyszerű, apró döntésbe is, hogy mire bemegyek a boltba, egy online boltba vagy egy fizikaiba, tudom, hogy mit és mennyiért fogok ott megvenni. Nem ott döntöm el, nem ott informálom. Viszont ez a fajta hozzáállás, az információnak ezt a fajta elérését, ezt az életünk munka felében nagyon kevéssé éljük még meg. Egy cégben rengeteg információ triviális lenne, hogy hozzáférhető legyen, hogy mérhető legyen, hogy kimutatható legyen, viszont még nagyon keveset mér, és még kevesebbet publikál befelé magáról egy cég. Azaz, élünk a 21. században a munkánkon kívül, és élünk a 18. században a munkahelyünkön. Én ezt a kettősséget látom, viszont ezt a kultúrát, ezt az elvárásrendszert, ezt bevisszük magunkkal a munkahelyre is. És ezt nem csak alkalmazottként, de vezetőként is bevisszük. Instant akarunk információt, mindenről akarunk információt, átlátható, rendszerezett, döntéstámogató információkat akarunk, illetve a cégünkről is meg akarjuk mutatni ezeket az információkat kifelé is. Transzparensek akarunk lenni, akár a kollégák felé, akár a külvilág felé, és ez rengeteg mindent érint HR-ben is, tehát a belső felmérési rendszerektől kezdve az employer brandingen át, rengeteg mindent érint, viszont szerintem ezt nem tudjuk nem magunkkal vinni, de azt is látom, hogy ez az igény, ami megfogalmazódik már minden emberben, vezetőben és alkalmazottban egyaránt, ez még nem vált valóra. Tehát céges környezetben még nem kapjuk meg ugyanezt. De ez nem azért van, mert hogy, vagy én a munkám során azt tapasztalom a legtöbb cégnél, hogy kicsit félnek szembenézni saját magukkal. Tehát, hogy ez mindig az, hogy kifelé persze könnyű kommunikálni, és befele meg megvannak a saját elvárásaink, de egy kicsit én azt látom, hogy nagyon sokan tartanak attól, hogy mi van, hogyha befele is ennyire transzparensé válunk, akkor kiderül egy csomó loop. Ezt a szempontot szeretném megerősíteni, hogy... Van többféle skálánk, hogy milyen félelmeket szoktunk mérni akkor, amikor elkezdünk egy vállalati programot. Most már több cégnél már utómértünk is 2-3 éves folyamatokat, és nagy cégekről beszélek, Lidl, Legis, OTP, vagy közepes méretűekről, néhány milliárdosokról. És kifejezetten az egyik legnagyobb félelem, az, amit a Péter kezdett elmesélni, ott kezdődik, hogy 21. századi elvárásokkal megyek bele 18. századi helyzetbe. Borzasztóan félek a 21. századi elvárás transzparencia. Oké, 18. századi helyzet, a nagy úr annyit mond, amennyit akar. És beérkezek a cégbe, el akarom várni a transzparenciát, de elkezdem érzékelni, hogy abban a tükörben majd nekem is bele kell néznem. És pszichológiailag itt egy feldolgozhatatlan feszültség jön létre. Ez a feszültség, ez agresszióhoz vezet. Vagy belső agresszió, dohányzás, ivás, tök mindegy, vagy külső agresszió, ordítok a kollégáimmal, rosszabb esetben hazamegyek a gyerekkel.
És valójában, amikor mi azt mondjuk, hogy most digitális eszköz, hát tök mindegy, régen volt a Netflixen volt egy ilyen sorozat, amikor telefonos kisasszonyokat kiváltották. Óriási, megmutatja a lényegét ennek a társadalmi hatásnak is. Hogy valójában arról beszélünk, hogy belemerünk-e mi nézni a tükörbe? Számokkal együtt. Hányan szoktátok megnézni, hogy a testsúlyatok hogy változik? Vagy hogy mennyit alszotok? Vagy ilyen egyszerű dolgokat, amiket lehet mérni? Hát én rendszeresen végighúzom az arcomat az aszfalton ilyen szempontból, egyáltalán nem kellemes. Ja, van fizetett kócsom, nem sajnálom a pénzt tőle, meg nem is gondolom azt, hogy baromság. Mert egyébként az, mert barátaim is vannak, De valahogy a kollégáim azt mondják, hogy mégis jobb fejnek tűnök a következő héten, amikor jött hozzám a kocs. Na most, érted, ennek a megengedése, én ezt végignéztem a világ több kultúrájába, egy indiaiba, egy angolba, egy svájciba, egy németbe, hogy hogyan engednek magukhoz olyan embert, akiről hát nem nagyon értjük, valljuk be, hogy mit csinál. Nehéz meg is különböztetni, oké, megbízom benne, mert olyasmi a szeme, mint az apámé. Vagy, szóval, hogy meg kéne tudnunk tanulni néhány dimenziót megfogni az emberségünkbe, és annyira könnyű utána eszközt használni. Szóval, ha jól értem, ti is mindezt mondtátok, hogy fiatalon belekerültetek olyan helyzetekbe, amiben fiatalon nem kérdés, ezt megússzuk jó értelemben, mármint, hogy ez bekerül a rendszerbe. A nehézség most van, amikor meg kell tudnunk határozni, hogy valaki, aki még csak úgy ment el vitorlázni, hogy vitték, az már ne is akarjon hajót vezetni. Csak nagyon nehéz, mert minden hatalom az ő kezébe összpontosult. Hogy teremtesz akkora bizalmat olyan emberek között, akik még sose vezettek hajót, de tudják a műszerekkel, mit hogy kell csinálni, és olyan ember között, aki mindig vitorlázott, de hát a műszerről már nincs nagyon. Csak erre reflektálnék egy picit, hogy én egyetértek azzal, hogy bizalom. Ugyanakkor azt is mutatják a kutatások, hogy attól függően, hogy mennyire vagy képzett például, másra fogod használni ezeket az eszközöket. Tehát, hogy az alacsony képzettségűek, azok általában kifejezetten szórakozásra használják meg kapcsolattartásra. Ugyanakkor, akinek magasabb a végzettsége, az információ szerzése, tanulása, tájékozódása. És ez egyébként ilyen fiatal időskálán is megvan nyilvánvalóan, tehát ugye az idősebbeknek inkább produktivitási eszköz, a digitális eszközöknek a hada a fiatalabbak számára ugyanúgy szórakozás meg kapcsolattartás. Tehát, hogy azért szerintem ez egy kicsit árnyaltabb skála. Igen, ugyanakkor pedig nem csak generációs, vagy ki hogy nőtt föl, hanem megint csak ugye kultúra meg hozzáállás simán okozhat ugyanilyen különbséget, vagy ellenállást egy adott eszközzel szemben, ami máshol teljesen normálisnak mondható. Így megint egy személyes példa van, egy My Analytics nevű alkalmazásunk, amit egy kedves kollégámmal prezentáltam, igen, Viri is ott volt, és ez az alkalmazás, ez megmutatja az egyénnek, hogy az adott héten kikkel dolgozott együtt a legtöbbet, hány órát töltött meetingen, illetve kimutatja azt is, hogy körülbelül mennyit túlóráztál azon a héten, tehát ott van a szám. 4,2 tized óra. És amikor a kollégám ezt prezentálta, akkor átfutottam azért én is gyorsan a közönségen, hogy kihördül majd föl, hogy szegény fiúnak kifizeti ki ezt a túlórát. És a Bence kollégám pedig úgy prezentált, amikor ideért ehhez a ponthoz, hogy ups, akkor a múlt héten ez több mint 4 óra volt, akkor kicsit el kell gondolkoznom, hogy lehetnék hatékonyabb. És itt érzem én azt a hozzáállásbeli különbséget, ami egyesekre már jellemző, mások meg még el kell, hogy jussanak ide. Igen, és szerintem az volt még egy izgalmas kérdés, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy jaj, szegény fiú, mindenét kontrollálják, amit csak lehet. Az is egy izgalmas kérdés, hogy ezeket az eszközöket ténylegesen kontrollra használjuk-e a 18. századi szemléletben, vagy sokkal inkább arról szól, hogy lehetőséget adunk magunknak, a kollégáinknak arra, hogy jobban hatékonyabban használják ki azt az időt, amit a munkában töltenek. Hoztam magammal Dixit kártyákat, nem tudom hányan ismeritek a Dixitet a közönségből, akinek gyereke van, talán jobb esélyekkel pályázik, vagy tréner, ugye ott szokott még ez ilyen favorizált eszköz lenni. Nem ide készültem vele, hanem a következő eseményre, ahova délután megyek, de annyira örültek neki a kollégák, hogy most akkor ezt itt bevetem, és arra kérnélek titeket, hogy húzzatok láthatatlanban egy kártyát, és annak alapján mondjatok arról valamit, hogy mi lenne az a digitális készség, amit szerintetek fontos lenne építeni a szervezetekben. Ugye HR-es sapkában azért mégiscsak ott van talán az egyik legnagyobb lehetőségünk, hogy a készségfejlesztésben, amiről sokat beszéltünk, ebben támogassuk a szervezeteket.
Iha, jó így ezt kezdeni, ezt a kérdést. Hát az én kártyám, azt kell tudni a Dixitről, hogy nagyon keményen beállt drogosok rajzolják a kártyákat. Úgyhogy ilyen teljesen pszichedelikus áblák vannak rajta. Úgy nézem, hogy ez egy hóember egy karácsonyfával és egy gyertyával, de bármi más is lehet. Hogy mi az a, hogy ez alapján mi az a digitális készség, amivel szerintem kell rendelkezni. Azt gondolom, hogy itt valahol az egyik nagy trend, ami változik már az életünkben, az a privát szféránkhoz való hozzáállás. Szerintem folyamatosan generációra generációra ez csökken. Egyre jobban megszokjuk azt, hogy mások látnak minket mesztelenül, akár szó szerint értve is, akár áttételesen, képletesen értve is. És ebben benne van az is, hogy egyre inkább elfogadjuk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy merünk hibázni, és szerintem ez a transzparenciának az egyik alapja, ez a hibázáshoz való viszony, és az önmagunk felvállalása, illetve az, hogy nem félünk annyira attól, hogy mások meglátnak minket a valónkban. És hogyha ezeket tudjuk fejleszteni, akár egy szervezetben, akár önmagunkban, ez lehetővé teszi azt, hogy utána egy digitális átállási projekttel ne rettegjünk attól, hogy kiderül, hogy te jó ég, nem vagyunk tökéletesek. És ezt számtalan példát tudnék, de időnk az nincs számtalan, úgyhogy... Alátámasztom ezt a drogos elméletet, mert hogy én egy ilyen furcsa mosómedvét húztam, aki egy lila denevér szárnyal egy égő épület tetejéről próbált távozni, rendkívül rémült arcot vágva. Hát nekem erről az jut eszem, amit az elején mondtam, hogy ha a munkavállalók 20%-a érzi magát elkötelezettnek a cégnél, akkor ők körülbelül így érezhetik magukat, hogy innen valamit, akkor valamerre lépni kell, mert ez nem az ő helyük. És hogy hol van a HR-nek ebben a felelőssége, hogy egy olyan környezetet biztosítsunk, ahova berepülnek, és nem kirepülni szeretnének onnan. És most kicsit a mesterséges intelligencia jutott még erről eszembe, hogy ez például megint csak lehet egy jó eszköz arra, hogy produktívabbnak érezzék magukat az emberek, de akár az is, hogy úgy érezzék, hogy ez kijeik jól vannak kihasználva a munkában. És erre még gyorsan egy példát mondanék, a jogi osztályunk vezette be nem olyan régen, hogy egy chatbot szolgáltatás, ők Zelának nevezték el, ez egy ilyen kis madárka képében nyilvánult meg, és Zelának lehet írni jogi kérdéseket, és most jött meg az első ilyen kimutatás arról, hogy az Zela meg tudta válaszolni a kérdések 83%-át magától, anélkül, hogy bármilyen élő jogászhoz fordult volna, illetve a maradék 17%-ot meg ugye tovább tudta úgy irányítani kollégákhoz, úgy utána azok a válaszok is betáplálódtak, és ő egyre okosabban fog tudni válaszolni. És hát láttam a szomszédomban ülő jogi kollégámnak az arcát, hogy mennyivel máshogy érezte ő magát már attól, hogy ezek a kérdések nem mind nála landoltak. Amíg van munkája. Igen, ezt akartam én is hozzáfűzni. Na, akkor ehhez meg még egy példa. Azért úgy szokták emlegetni a digitális transformációt, mint a negyedik ipari forradalmat. Ugye mesélték édesanyám még, hogy amikor a mosógép bevezetése került, akkor sok nő aggódott, hogy nem lesz mit csinálniuk. Hát meg kell, hogy erősítsem, hogy van még mit csinálnom. Az enyém egy ilyen közepesen boldog LSD tripnek tűnik így a színek alapján. Ez egy szfinx, aki kicsit szomorú, meglehetősen lilás-sárgás ködben van, és dzsungel veszi körül, és mögött egyébként valami városnak a felhőkarcolói láthatók. És ami nekem eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy a 21. században szerintem nagyon szeretünk az újban gondolkodni, mi az, amit újonnan tudunk, mik az új megoldások, mik a jövő technológiái, de ami engem igazán izgat egyébként ebben a kérdésben, az az, hogy ugyanakkor hogyan tudjuk az értékeinket megőrizni, meg egyáltalán milyen értékek mentén fogjuk mi kiválasztani ezeket az eszközöket, és mire fogjuk ezeket használni. És azt gondolom, hogy ez lesz a jövőnek a legfontosabb kérdése, hogy milyen morál mentén döntjük el, hogy mit csináljon a mesterséges intelligencia, hogy teremtsünk embert, feltámasszuk-e a mamutot, stb., mert most már ugye ilyenekről beszélgetnek. Úgyhogy én is tűnődöm ezzel a Sphinx-el együtt, majd olvassátok el, hogy mire jutottam. Jaj, de jókat mondtatok. Innen a morálról indulok. Hogy az mi? Az, amikor azt mondjuk, hogy ezt drogosok rajzolták, akkor bekategorizáltuk őket valahova. Egyébként francia művészek rajzolták ezeket a képeket, akik nem drogoztak közben. Utána mentem, mert hogy hallottam már ilyen kommentet. Én nagyon hasonlóan érzem magam akkor, amikor vállalatvezéreket próbálok megtanítani arra, hogy lehet megnézni
eredmény kimutatásból a startup tanulását. Sőt, amikor bemutatom azt, hogy mit értünk el az ő startupjukkal, akkor ők néznek így rám, mint egy drogosra. Pont erről beszélünk. Ez a leglényegesebb dolog az egészben, hogy elég sok szempontot figyelembe merjünk venni. Mert amikor azt a szerencsétlen mesterséges intelligenciát hajlandóak vagyunk használni, akkor ott kezdődünk el, hogy értjük-e, hogy az hogyan működik. És ha azt meg akarjuk érteni, akkor egyébként azt kell érteni, mint amit vezetőként, nem főnökként. Mert ugye a főnököket kiváltják a szoftverprogramozók, ezért lesznek szoftvervállalatok. Ha, akkor típusú feladatok meg lesznek oldva. Amikor célt adunk, mintát és kereteket, akkor lehet gondolkodni mesterséges intelligenciába. Na, akkor nem nézhetünk erre úgy rá, hogy ez drogosok rajzolták, hanem úgy nézhetünk rá, hogy mi az az óriási érték, amit kapunk tőle, mire inspirál egy olyan kép, amit nem szoktam meg. Hát engem erre inspirál. Egyébként, ha meg szeretnétek érteni a mesterséges intelligenciát, nagyon büszke vagyok, a Volt Egyetemre, a Helsinki Egyetem pont a héten indított egy kurzust Elements of AI címmel, angolul ingyenesen hozzáférhető, én már a második fejezetnél tartok, és iszonyatosan jó olvasmányos, visszakérdezi, hogy megértetted-e, úgyhogy az Elements of AI-t, hogyha érdekeltiteket a téma, szerintem ilyen, nem kell, én nem vagyok programozó, semmit nem értek hozzá, de szerintem nagyon-nagyon jó betekintést enged. Nehéz hagynom, hogy ne a Kürt Akadémia websájtjára menjetek fel, ha üzleti szempontból nézitek. Oké, okay, szóval, hogy nehéz legyen teljesen a zárszunk, azt gondolom, hogy ezzel kerekíteném le. És nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és azt gondolom, hogy itt még a kinti térségben elérhetőek leszünk mindannyian, úgyhogy ha van kérdésetek, vagy szívesen kártyáznátok velünk, akkor ebből is nagyon partnerek vagyunk, még szerintem egy darabig itt megtalálhatóak leszünk. Szóval hogy azt gondolom, hogy azt láttátok ebből a beszélgetésből is, hogy annak, hogy a digitális kultúra, vagy a digitális transformációban kultúra által támogatva sikeresek leszünk-e, annak talán az egyik legnagyobb kérdése, hogy lehetőségként vagy veszélyként fogunk tekinteni erre a dologra, és hogy vajon azt tudjuk-e, hogy a szervezet, amiben ülünk, ott az emberek többsége ebben a lehetőséget vagy a veszélyt látja. És talán abban van a legfontosabb dolgunk, hogy ne a félelmek táplálják ezeket a folyamatokat, hanem sokkal inkább abban segítsünk mindenkinek, hogy a lehetőségeket és a pozitív újdonságokat tudja ebben felfedezni. Köszönöm szépen!